Üdvözlök mindenkit! Ezen a diansorral segítséget szeretnék nyújtani emelt szintű érettségire készülőknek. Nézzük meg együtt a következő tételt. Szerkesztésmód és létértelmezés, a drámai költemény műfajának meghatározó szerepe Madách Imre az Ember tragédiája című művében. Először is röviden nézzük át Madách Imre életét. 1823-tól 1864-ig élt, író, költő, ügyvéd és politikus is volt. Alsó-Sztregován született, és igazából élete nagy részét tulajdonképpen itt is töltötte, magániton végezte tanulmányait, ebből következik, hogy igen félénk magányos és törékeny alkatú gyermek volt, viszont rendkívül művelt, 6 nyelven beszélt, emellett sportolt, zongorázott és aktív kulturális életet élt fiatal korában. Az életéről túl sok mindent nem szeretnénk elmondani, hiszen ami a tételhez fontos, azokat szoktuk ilyenkor ugye átnézni. 1845-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet, az édesanyja nem nagyon örült ennek. Ezt annyiban említeném meg, hogy igazából ami 1845 körül történt Madáccsal az életében, mind a szabadságharc, mind a forradalom terén, az azért nagyon megviselt és nyomot hagyott benne, és ezek az érzések, gondolatok az Ember tragédiájában elő-elő jönnek. 1853-ban börtönbe került, és itt írta meg tulajdonképpen az Ember tragédiájának első változatát, Lucifer címmel. Fráter Erzsébettel egyébként a házassága sajnos nem sikerült túl jól, miután a börtönből hazatért, el is váltak. Megnézzük Madách irodalom történeti helyét. Madách Imre több jó művet is írt, ilyen például a Lantvirágok című verseskötete, amelyet Lunyai Etelkához írt, aki egy diák szerelme volt, vagy a Civilizátor című drámája, viszont igazán nagyot, csak egyet, az Ember tragédiáját. Ez a magyar irodalom legtöbbet elemzett alkotása, de hogy miért is? Valószínűleg azért, mert egy nyitott mű, és mindenkor számára tud újat mondani. A tragédiát 1859. februárjától 1860. márciusáig Alsó-Sztregován írja Madách, a kéziratot pedig Arany Jánosnak küldi el, aki kiadatja és bemutatja a Kisfaludi Társaságban is. Szerzője az első tehetség Petőfi óta, aki egészen új irányt követ, mondta róla Arany. Az Ember tragédiájának nézzük meg eszmei előzményeit is. Ugye Madáchot nagyon érdekelte a filozófia. A kor eszméinek hatása az Ember tragédiájában is megfigyelhető, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen melyek is ezek. Először is ugye a romantikus liberalizmus, amely 1848 előtt uralta a gondolkodást, egyenes vonalú fejlődést látott a történelemben, legjelentősebb képviselője pedig Hegel. Az Ember tragédiájában azonban nincs fejlődés, ezért Madách felfogása inkább a német történészével Ranke Éval rokon, aki egymást váltó tételek, ellentételek sorozataként fogta fel a történelmet. Másik ilyen eszme a pozitivizmus. Ugye a pozitivizmus az tagadja a szabad akaratot, és érzéketlen az ésszel nehezen magyarázható dolgok iránt, legyen a szerelem vagy akár a művészet. Hatását főként Lucifer alakjában érhetjük tettem. Túlhajtott változata egyébként a vulgár materializmus, ugye a Falanster színében figyelhető meg ez. És akkor a harmadik ilyen eszme a vitalizmus. A vitalizmus szerint az élet értékes, még ha nincs is rá racionális magyarázat. Ezt főként Éva alakjában láthatjuk, de ez tartja vissza Ádámot is az öngyilkosságtól ugye a mű végén. Nézzük meg a tragédia műfaját. Az Ember tragédiája drámai költemény, vagy más néven emberiség költemény. Ez jellegzetesen romantikus műfaj, hiszen vannak drámai és lírai vonásai is. Drámai sajátosságai a kétszintes drámához kapcsolódnak. A konfliktus a mű túlvilági szintjén, Lucifer és az Úr között alakul ki, de az evilági szinten dől el. Ádám végül az élet mellett dönt, ezért az Úr győzedelmeskedik.
Ez a drámai forma tette lehetővé, hogy Madács megjelenítse eredendően lírai anyagát, személyisége, belső vitáját. A műfaj további jellemzőit, ha nézzük, ugye a jelenetsor álmok vagy látomások sorozataként tárul elénk, néhány szimbólumszerű főszereplője van. A világirodalomban is számos ilyen drámai költemény szerepel, például Goethe Faustja vagy Byron Caine, esetleg Shelley megszabadított Prométheusza. A tragédia felépítését, ha megnézzük, ugye 15 színből áll, szerkezete kettő nagy egységre osztható. Az egyik a keretszínek, vagy más néven biblikus vagy mítikus színek. Ugye a keretszínek az első, második, harmadik, illetve a 15. szín. Ádám álma az emberiség történelméről, ugye a másik nagy egység, ezek a történelmi színek, a 4.-től 14. színig tartanak, és ha tovább tagoljuk őket, akkor a 4.-től 10. színig ugye a múlt, a 11. szín az Madács jelene, és a 12. 14. szín pedig a jövőt mutatja be. Nézzük a keretszíneket. Anyagát részben a Bibliából merítette Madács, de több ponton el is tért a kanonizált történettől. Ugye a Bibliában nincs szó a sátán teremtés bírálatáról, ott az Úr nem ajándékoz neki két fát. Az első szín, ugye a tragédia expozíciója, időtlennek ígérkező harmóniával indul a mű, ám Lucifer megbontja ezt, mert a világban csak az anyag működését látja, ami méltatlan az emberi szellemhez. A második szín is harmóniával kezdődik, amelyből szintúgy Lucifer szakítja ki az első emberpárt. Fő érve, az ember szabadságra hivatott, de ez csak úgy valósítható meg, ha saját kezébe veszi sorsát. A harmadik szín, ugye itt Ádám érzi szabadságának fenségét, ám a halál és a természeti erők fenyegetése miatt újabb tudást kér Lucifertől, aki álmot bocsát rá, és ezzel tulajdonképpen megkezdődnek a történelmi színek. A negyedik színben Egyiptomban vagyunk, a fáraó itt. Ádám, ahogy Lucifer ígérte neki, Isten ült, ám lelkében szakadék tátong. A szerelem hatására ébredt fel benne egyébként az egyenlőség gondolata. Az ötödik színben, ugye ez az aténi szín, Ádám Miltiádész, a maratoni győző, kiváló férfiú, de a demagógok ellene fordítják az aténi polgárokat. A tömeg az emberi kiszerűség jelképe, ezt Lucifer megváltoztathatatlan adottságnak tekinti, Ádám azonban nem. Ezért is kezdi újra a küzdelmet. A hatodik színnek a hanyatló Róma ad otthont. Ádám időlegesen lemond a küzdésről, hogy ittasan tántorogjon Hádész felé. Éva hatására azonban felébred lelkében az Éden emléke, Péter apostol megjelenésével pedig újra bízni kezd. Talán a szeretet, a testvériség megválthatja a világot. Ám csalódnia kell, és Konstantinápolyban, ugye a hetedik színben, ahová keresztes lovakként érkezik, a vallási fanatizmus tombol. Ezért újra visszavonul, és Keplerként a tudománynak él Prágában, a nyolcadik színben, ugye itt a császár udvarában. Itt sem lel azonban megnyugvást, horoszkópot kell készítenie, és felesége Éva ráadásul hűtlen hozzá. A kilencedik szín, ez egy különleges szín, ugye álom az álomban. Itt egyesülnek egyébként az eddigi történelmi színek vezéreszmény, a szabadság, egyenlőség és a testvériség. És bár Ádám Dantont halálra ítélik, azonban Ádám, mint Kepler, mégis lelkesülten ébred a tizedik színben. Ádám eddig cselekvő résztvevője volt a történelemnek, kétszer láttuk, amikor borzasztóan lelkes volt, ugye az egyiptomi színben, illetve a római szín végén, kétszer tapasztaltuk vereségét Athénban, illetve Bizáncban, és kétszer menekülését Rómában, illetve Prágában. A 11. londoni szintől azonban szemlélődő lesz. Apró jelenetekből épül fel ez, és mindegyik azt bizonyítja, a szabad versenyes kapitalizmusban nem érvényesülhetnek az értékek, mert minden érték áruvá válik, a tudomány, a művészet és még a szerelem is. Kutyáknak harca ez egy konc felett, mondja Ádám, miközben mindenki a sírba ugrik. Egyedül a szerelem és a költészet értékeit jelképező Éva emelkedik magasra.
12. szín már a jövő. A föld lakói egy falanszterekben élnek, mindent a kollektív érdek, a hasznosság irányít, hogy képesek legyenek pótolni a rövidesen kimerülő nap energiáját. Szürke világ ez, igazából ugye itt nincs család, haza, művészet, és az egyéniséget is elnyomják. Ádám itt is Éva révén éli át a legerőteljesebben a torzulást. A 13. szín, ugye itt az űrben játszódik, az űrbe menekül Ádám, mert úgy érzi, az ember szellemi értékei azért nem tudnak kibontakozni, mert az anyaghoz vannak kötve. A föld szelleme ébreszti rá arra, hogy ez nem igaz. A szellem értelmét csak az anyag adhatja meg. A 14. színben az egyenlítőnél vagyunk. Kiderül, a nap kihűlt, a földet nem sikerült megmenteni. Néhány eszkimó él csak itt, akik a megélhetésért folyó harcban föladták erkölcseiket, agyonverték szomszédaikat, hiszen sok az eszkimó, kevés a fóka. Mindig az állat első bennetek. Általánosít Lucifer. Hatására Ádám nem akarja már látni többi áldás sorsát, ám bukását a nap kihűlése kozmikus erők okozzák, és nem küzdelmének eredménytelensége. Nézzük a létértelmezést ugye a tragédiában. Az eszkimó szín rettentő képeinek tanulságaival ébred Ádám. Úgy érzi, nem rendelkezik már mással, csak az akarat szabadságával. És bár Lucifer ezt is kétségbe vonja, Ádám elindul a sziklaszírt felé, hogy levesse magát, és megakadályozza a való sikerült álom beteljesülését. Csak hogy Éva szavait hallva, anyának érzem, ó Ádám magam, lelki állapota átrendeződik, az apaság felemelő érzése háttérbe szorítja Lucifer érveit. Eddig is Éva hatására érezte meg, most pedig felfokozottan éli át. Az élet értékes, még ha nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Ugye itt ismét a vitalizmus eszméje tűnik fel. Haladás vagy körforgás jellemzi el a történelmet. És akkor a harmadik, hogy érdemes-e deréken be. Ennél a részletnél láthatjuk, ahogy tulajdonképpen ugye a három kérdés megjelenik. Ugye az első, hogy halhatatlan-e a lélek, és itt látjuk, hogy e szűk határú lét, e mindenem. Tehát megjelenik a halhatatlan-e a lélek. Aztán a másik ugye fontos kérdés, hogy haladás vagy körforgás jellemzi a történelmet. Ugye itt is szintén kiemelve láthatjátok, megyi előbbre majdan fajzatom. És végül a harmadik, érdemes-e derékembernek lenni, van-e jutalma a nemes kebelnek. És a következő oldalon pedig az úr válasza látható, és vastagon kiemelve ugye a fontosabb részek. Nézzük meg a létértelmezést kicsit másképpen, méghozzá az szerint, hogyha azt nézzük, hogy hogyan is éljünk. Ádám ezt követően ugye azt kérdezi az úrtól, hogy mit kell tennie, hogy megmaradjon a helyes úton. Ezt a kérdést már nem hárítja el az úr. Hallgasson a lelki ismeretére, hiszen megérezzük, mi a jó és a rossz. Ugye Isten ezt a lelkünkbe véste. Itt Kant filozófiája tűnik elő. Hallgasson a nőre, hiszen ahogy Éva szerepe is megmutatta, ő még jobban érzi az Éden emlékét, és kevésbé homályosította a lelkét az érdek, illetve a pessimista eszme. És végül merjen kételkedni. Így értelmezhetjük Lucifer szerepét, aki örökké rosszra törs, örökké jót mivel. És akkor foglaljuk össze tulajdonképpen az ember tragédiáját. Ugye Madács műve a remek művek közé tartozik, ez nem kérdés. Azzá teszi tulajdonképpen a drámai költemény műfajának művészi felhasználása, a drámai és a lírai elemek mesteri ötvözése. Azzá teszi nyelve és stílusa is, amelyben a pátosz és a tragikus irónia uralkodik, és tele van találó bölcsmondással, nem véletlen, hogy több mint 100 belőle származó szállóigék száma. És azzá teszi mondani valója. Az emberi lét alapkérdéseit teszi fel tulajdonképpen, milyen a világ, miért élünk, és hogyan éljünk. De az első két kérdést nyitva hagyja, ugyanakkor reménnyel biztat, a jobbért való küzdelmet pedig az emberi lét legfontosabb követelményeként jelöli meg. A konkrét célt persze nekünk kell megtalálnunk. A modern korban nincsenek már nagy igazságok, csak kicsik, kinek a magáé. Azért viszont mindenki maga felel. Én nagyon
bízom benne, hogy ez a dia segítség lehet a érettségre való felkészülésben nektek, és nagyon sok sikert kívánok az érettségihez.